Menekülő emberek, romokban heverő házak és minden beborító porfelhő. December utolsó előtti napján a horvátországi Petrinyát hatalmas, 6,3-es erősségi földrengés rázta meg. Két nap alatt ez a második ilyen rendkívül ritka és pusztító jelenség volt a térségben. A rengéseket Tolna megye szerte is érezni lehetett. A Tolna megyei önkormányzat és a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat azonnal a bajba jutottak segítségére sietett. Bankszámlát nyitottak, ahova bárki utalhat, hogy segítsen a szinte a földdel egyenlővé vált Petrinya lakóinak. Bárki csatlakozhat ehhez az akcióhoz, önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozások, mindenkinek a támogatását bármely nagyságrendű is szívesen vesszük. Közben olyanról is egyeztettünk Fejlvári Tamás elnök úrral és Orbán Attila alelnök úrral, hogy nem szeretnénk, ha ez a gyűjtésünk egy közös nagy kalapba kerülne. Tudjuk, hogy nem veszik el nyilván minden forint számít, hanem szeretnénk látni annak az értelmét, amiért most megpróbálunk dolgozni. Ezért beszéltünk drága horvát főkonzul úrral Pécsen, a horvát köztársaság pécsi főkonzulátusán, kérve azt a közreműködését, hogy mire ez a gyűjtés lezajlik, segítsen meghatározni, hogy Petrinyében mely lenne az az intézmény, ahova direkt a gyűjtésből befolyó összeget majd át tudjuk utalni. Vagyis a cél, hogy a magyarországi gyűjtésből összejövő pénzből lehetőleg egy petrinyai közintézményt állítsanak majd helyre. A Tolna megyei önkormányzata megye mind a 109 települését felkéri, hogy ki a maga lehetőségeihez mérten, de támogassák a földrengés sújtotta vidék lakóit. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondja, azért álltak a segélyakció élére, hogy a felajánlások valóban azokhoz juthassanak el, akik a legjobban rászorulnak. Elhatároztuk, hogy nem maradunk tétlenek, és gondolunk a szomszédjainkra, Horvátországra, és amennyiben tudjuk, őket segítjük. Annak örülünk, hogy nagyon sok településen látunk hasonló kezdeményezést, nem csak települések és polgármesterek gondolnak segítségre, nem csak ők segítőkészek, hanem látunk intézményeket is, Paks környékén is, Paks városában is nagyon segítőkészek az emberek, és mi a megye részéről szeretnénk ennek a segítségnek a szervezője, a koordinátora lenni. Petrinya környékét szerdán újabb erős földrengés rázta meg, és szakértők szerint az sem kizárt, hogy a közeljövőben újra és újra előfordulnak majd pusztító erő rengések a régióban. A Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint ezért most a gyors segítségnyújtás életeket menthet. A gyorsaság is fontos, hiszen a rászorulóknak ebben az időjárási viszonyokban itt Közép-Európában eléggé nehézkes lehet az életük. Mindenkit arra kérek, aki segíteni kíván, és a megyei kezdeményezésnek a véleményével anyagilag is esetleg hozzá tud járulni, az ezt a számlaszámot keresse, és ez a számlaszám alkalmas arra, hogy az ott élőket segíteni tudjuk. Ráadásul Petrinya Horvátország szegényebb települései közé tartozik, ezért most leginkább olyan emberek kerültek hatalmas bajba, akiknek a mindennapok eddig sem teltek könnyűen. Nem egy frekventált turista terület, mint például a tengerpart vagy Zágráb és környéke, és hát egy picit, ha lehetne hasonlítani, kérdésre válaszolva, minden prioritás és negatív nélkül olyan hátrányos helyzetű körülbelül, mint Magyarországon az ormánság. Tehát ezek az emberek, akik ezt a kárt többszörösen elszenvedték, igen nehéz helyzetben vannak. Önállóan, ahogyan a hírek is jönnek, és ahogyan lehet nézni, és ugye mi a horvát tévében is nézzük, gyakorlatilag képtelenek megoldani ezt a problémájukat. A támogatást, illetve az adománygyűjtők nevében a Tolna megyei önkormányzat, illetve a dombovári horvát önkormányzat nevében mindezek alapján, amiről itt beszéltünk is, és amelyet a támogatás magának a célja is, tisztelettel kérünk mindenkit, akikhez eljutnak ezek az információk, akár rajtatok keresztül a Tolna Táj televízión is, de minden más oldalon, hogy a lehetőségekhez képest segítse ezt a célkitűzésünket, illetve a célkitűzésünk keresztül azokat az embereket, akik ott a legnagyobb kárt elszenvedték ezt a tragédiát a földrengés miatt.
A segélyakció kezdeményezői nem csak az önkormányzatok segítségében bíznak, hanem cégek és magánszemélyek felajánlásait is várják, hogy így segítsenek a földrengés miatt nélkülözni kénytelen több ezer horvát embernek.